Tiszteletel köszöntök mindenkit! A mai előadásomnak a címe Rabbi és császárok. Bízom benne, hogy az előadás végére kiderül, hogy miért éppen ezt a témakört választottam, illetve miért ezt a címet adtam az előadásnak. Hamarosan ránk köszönt a zsidóságnak az egyik legnagyobb, legjelentősebb ünnepe a Pesach, amit a nem a megszokott módon fogunk tudni most megünnepelni, hiszen a széderestéinket, az ilyenkor rendezett ünnepi estéket azokat nem tudjuk olyan körben, nem tudjuk közösségben ünnepelni, de attól még a szédereste persze szédereste. A széder kifejezés annyit jelent, hogy rend. Ezen az estén a szó minden értelmében rend van, illetve ezen a két estén a diaszporában. A lebonyolításához a széderestének nagy segítséget jelent a Hagadá, ami részint tartalmaz olyan szövegeket, melyek az egyiptomi fogság idejével foglalkozik, részint pedig a megszabadulás, az onnan való megszabadulás, illetve a ezért való hálán kifejezése az, ami elsősorban a fő témája a Hagadának. De ugye említettem széder, tehát rend is van, és ez a Hagada közli azt, hogy ennek az estének milyen lépései vannak, mi a rendje, aminek olyan előírásai vannak, hogy mindannyiunk eleget tudunk tenni ezeknek az előírásoknak, és sokan eleget is teszünk. A különböző állomásoknál a Haggadah közli azt, hogy az adott állomásnál mit kell csinálni, és ezen állomások még rögtön az elején egyikét úgy hívják, hogy kárpász. A kárpász akkor, amikor ezt a gyakorlatban, ezt az állomást, ezt szemrevételezzük, és igyekszünk teljesíteni az itt elvárt feladatot, nem túlzottan bonyolult valamilyen zöldséget, a mi családunkban a retek a megszokott, sós vízbe mártunk, és áldásmondás után elfogyasztjuk. Hogy ez a Kárpász elnevezés honnan van, ez viszont kicsit nehezebben meghatározható, mert a túrában vagy a Bibliában olyan szövegkörnyezetben, hogy ez bármilyen módon is arra utalna, hogy ez egy sós vízben mártandó zöldség, biztosan nem szerepel. Eszter könyve első fejezete, hatodik versében viszont igen, ott azt jelenti, hogy finom gyapjú. De hát miközben ennek ehhez a bemártáshoz? Talán majd ez is kiderül. A 19. század egyik legfontosabb valásjogi munkája, a Sohan amelyiknek az volt a fő célja, hogy a hagyományhű zsidó embereknek minden ünnep, illetve hétköznap kapcsán azt egyszerűen megfogalmazza, hogy mi a törvény. Így a Kárpászsal kapcsolatban is megfogalmazták, hogy mi a törvény. A törvény az, hogy lehet teljesíteni ezt az előírást háromféle zöldséggel, petrezselyemmel, azt mondja a kicúsú henerúk, hogy sokkal jobb zellerrel, de a legjobb retekkel. Az a legjobb, hogyha valaki retekkel teljesíti, azaz retket márt a sós vízbe. A retek, Heberült non, nem tartozik a, a, a túrának a leginkább favorizált zöldségei közé, viszont van egyetlen egy olyan fontos hely, ahol kapcsolódik mégiscsak a retek egy, az elbeszélésnek a láncához. Akkor, amikor a ősanyák egyike, Rebeka vagy Rifka, viselős lesz, akkor azt érzi, hogy nagyon nagy a felfordulás a méhében, és elmegy az örökkévalót megkérdezni, hogy mégis mi az, amire számíthat. És azt mondja az örökkévaló, hogy Snégoimbe vittnék, hogy a teméhetben két nemzet van, és ez két nemzet, egyik az mindig erősebb lesz a másiknál, és furcsa módon az lesz a kimenetele a kettejük tusakodásának, és ezt tapasztalja meg Rebeka a terhesség ideje alatt. Szóval, hogy ennek a tusakodásnak az lesz a kimenetele, hogy a nagyobb fogja szolgálni a kisebbet. Ezt a mondatot, hogy Snék Goyim itt hallható egy olyan szó, amit talán, talán már többen ismernek, vagy hallottak, a Goy kifejezés, ami, mert semmi pejoratív nincsen, azt jelenti, hogy nép vagy nemzet, viszont amikor itt a túrában ehhez a szöveghez elérkezünk, akkor azt látjuk, hogy nem a megszokott módon van leírva ez a kifejezés, a megszokott mód az azt jelenteni, hogy egy gimel, egy váv, egy jod és egy memsofit követni egymást. Ezt kéne úgy kiolvasnunk, hogy goim. Azonban ez egyike azon túrai helyeknek, ahol egy adott szónak van egy leírt és egy olvasandó alakja, és a kettő között eltérés van. A leírt alak az egy gimel, két jod és egy memszofitból áll, és ezt a kifejezést úgy is lehetne olvasni, hogy geim, ami azt jelenti, hogy előkelőségek nemesek. Akkor, amikor a zsidóságnak a legnagyobb túra kommentátora ránéz a túrai szövegre, akkor azt mondja, hogy nem véletlen, hogy itt van egy eltérés a leírt, illetve az olvasandó szöveg között, mert a, le, a leírt szöveg az egy utalás egészen pontosan két előkelő emberre, az egyik Jákobnak a leszármazottja, a másik Ézsaunak. Hiszen ez a két gyermek volt, aki Rebeka méhében tusakodott egymással, és ettől a két fiútól két nemzet is származik, Jákobtól a zsidók, Ézsautól pedig az edomiták, az edomitáktól a rómaiak, és a zsidó világlátás szerint, a hagyományos világlátás szerint a rómaiaktól származnak a keresztények. Azt mondja a Rási kommentár, hogy ez a két előkelőség, akire ő gondol, egyik zsidó, a másik római, nem lesz más, mint Jehuda Hanasi, Jehuda a fejedelem, illetve egy császár, akit úgy hívnak, hogy Antoninus császár. És annyit jegyezik még meg Rási, anélkül, hogy hosszabban kifejteni a kérdést, hogy mind a ketten olyan előkelőek lesznek, hogy a retek, az soha nem fog hiányozni az asztalukról, sem nyáron, sem télen. Az biztos, hogy ők olyan gazdagok, olyan jómódúak, hogy a retek mindig megtalálható lesz az asztalukon. És ebben a Rási kommentárból kiderül az, hogy a retek annak idején valószínűleg egy luxuscikk volt, és ezt kívánja jelezni Rási, hogy az igazán szabad embereknek a retek ott van az asztalán. De mielőtt ezen jobban eltűnődnénk, egy kicsit nézzük meg, hogy mi is a helyzet rabbik és császárok beszélgetésével úgy általában a Talmud irodalomban. Hiszen a Talmud tanúsága szerint gyakran beszélgettek egymással, és bár az elképzelhető, hogy ezek az eszmecserék ezek talán nem zajlottak le a valóságban, sőt az is lehet, hogy egy ilyen sem volt, ami e, e, megtörtént, de mégis fontos ezeket a talán csak elképzel disputákat is elemeznünk, vagy végig gondolnunk. Azok a rabbik és császárok, akik megszólalnak a Talmudban, azok tulajdonképpen a ókori zsidó világlátás alapján a zsidók és a nem zsidó világnak a találkozásai őrzik. Ez azt is jelenti, hogy a zsidók és a görögök, a zsidók és a rómaiak, illetve a zsidó és a keresztény világlátás kapcsolódásait és ütközéseit jelenítik meg. Anélkül, hogy ezen a témakörön végig kívánnánk menni, néhány példával szeretném illusztrálni, hogy mégis mikről beszélgettek egymással rabik és császárok. Kezdjük a negatív tapasztalatokkal. A Talmud Avadazer-A traktátusában olvassuk az elbeszélést, hogy volt egy császár, aki gyűlölte a zsidókat. Megkérdezte a tanácsadóit, ha valakinek elhalt hús van a lábán, akkor vajon vágja le, hogy meggyógyuljon, vagy hagynia kell, hogy szenvedjen vele? A tanácsadók azt mondták, le kell vágni ezt a húst, és meggyógyul. E, tanácsadók között volt egy Kecsabársalom nevű zsidó ember is, aki ekkor közbeszólt, és azt mondta a, a császárnak, először is nem tudod megölni az összes zsidót, mert szétszóródtak a világ négy sarkában, és olyan fontosak ők a világ fennmaradása érdekében, mint a szelek. Valamint, ha királyságod minden zsidóját kivégzed, akkor véreskezi uralkodóként kerülsz be a krónikába. A császár így válaszolt a tanácsadónak, meggyőzően érveltél, de a törvény az, hogy aki túljár a király eszén, annak meg kell halnia. Egy másik hasonló, negatív kimenetelű elbeszélés, aztán ígérem, több nem lesz, amikor Rabia Kíva, az első- második század kiemelkedő zsidó bölcse a rómaiak tilalma, tilalmának dacára nagy nyilvánosság előtt túrát tanított, és ezért bebörtönözték, akkor ennek a bebörtönzésnek még nem is lett ezzel vége, vagyis nem ez volt a büntetésnek a, a, a kifutása, hanem ott Rabi ki is végezték. És e, Rabi ez a, ezt a kivégző császárát, a zsidó hagyomány, e, a irodalom, a Talmud úgy nevezi, hogy Turnus Rufus, akinek e, valószínűleg nem az volt a baj a Rabi hogy e, túrát tanít, hanem inkább attól tarthatod, hogy a nyilvánosság előtt nagyobb közösségeknek a szervezése az veszélyeztetheti a rómaiaknak a biztonságát, a római hatalom pedig ezt nem nézte jó szemmel, és ezért ennek a találkozásnak ez lett a vége. Aztán persze olyat is láthatunk, hogy egy császárt a tanulásnak a vágya vezérel. Azt írja a, ugyancsak a Talmud, hogy történt egyszer Ptolemaiosz királlyal, hogy összegyűjtött 72 zsidó bölcset, és 72 szobában helyezte el őket, nem fette fel nekik, hogy erre miért került sor, egyesével végigjárta ezeket a szobákat, vagy inkább nevezhetjük cellának, és megmondta nekik, írjátok meg nekem Mózes mesteretek túráját görögül. Isten halva ezt, hogy mit követ el az uralkodó, a 72 zsidó bölcsnek a szívében tanácsot helyezett el, ahogyan fogalmazott Almúd, és egymástól függetlenül a 72 cellában mindannyian ugyanúgy fordították le a szöveget görögre. Itt ennek voltak ilyen érzékenyebb részei is, mert bizonyos esetekben változtatni kellett a zsidó bölcseknek a, a tórai szöveg fordításán, Például a amikor a tisztátalan állatokat sorolják föl, amit Mózes harmadik könyvének 11. fejezetében olvashatunk, akkor nem írják le a nyúl kifejezést, hanem azt írják, hogy, hogy rövidlábú teremtmény, miért kellett ezen változtatni. Ennek egyszerű diplomáciai oka volt, mert Ptolemaios uralkodónak a a feleségét nyúlnak hívták, legalábbis a Talmud szerint, és el akarták kerülni a zsidó bölcsek, illetve hát a jóisten, aki tanácsot adott valamelyik hogy esetleg úgy gondolja, tolemályoz, hogy az ő feleségét a tisztátalan állatok között említik, és gúnyolódnak a zsidók. Ezt megúzták. Van a forrásaink között olyan is, ami arról számol be, hogy egy hitű zsidó az meggyőzi a vele szemben álló uralkodót. Tanították a mestereink, hogy történt egy jámbor emberrel, hogy az úton imádkozott. Szembe jött vele egy fejedelem, és köszönt neki, de az imádkozó zsidó ember nem válaszolt. A fejedelem ennek a szemtelenségnek a hatására megvárta, amíg befejezte imáját, és csak utána mondta neki, hogy te ostoba vagy, hiszen az is írva van a túrátokban, felismerte, hogy egy zsidóval találkozott, hogy nagyon vigyázzatok magatokra, vigyázzatok lelketekre, azaz nem szabad kitennetek magatokat egy ilyen veszélyes helyzetnek, hogy imádkoztok, jön egy, egy fejedelem, és nem köszöntök neki. És meg is kérdező, hogy amikor köszöntem neked, miért nem válaszoltál? Hát, hogyha karddal levágnám a fejed, akkor azt vajon kikérni rajtam számom? A válasz így hangzott, várj, megpróbálok a szavaimmal kiengesztelni. És így szólt a fejedelemhez, ha húsvér király előtt álltál volna, és jön a barátod, és köszön neked, akkor válaszoltál volna neki? A fejedelem azt mondja, hogy nem. Ha válaszoltál volna, mit tettek volna veled? A fejedelem megmondja, levágják a fejemet karddal. Hát mondja erre az imádkozó zsidó, ezek a dolgok ezek nem egy logikai következtetésre adnak módot. Ha te aki egy húsvér király előtt állva. Aki ma itt van, de holnap már a sírban lesz, akkor így tennél, akkor én, amikor imádkozom, és a legfelsőbb király Isten előtt állok, aki örök kilétezik, akkor nem sokkal inkább így kell tennem. És ez a történet legalábbis az elbeszélés szerint Bráho traktátusában olvassuk, happy end-el végződik, a fejedelem megbocsátott, és a Jámbor zsidó pedig hazatérhetett. Olyan is van, amikor nem kell a rabbinak, vagy a zsidóknak meggyőzni a császárt, vagy a velük szemben álló uralkodót a tórának az igazáról, mert saját magukat győzik meg. Azt is olvassuk a Talmudban, hogy a római császárság két tisztviselőt küldött Izrael bölcseihez, azzal a felszólítással tanítsátok meg a tórátokat. A tisztviselők elolvassák egyszer, kétszer, háromszor, és miután figyelmesen végigolvassák a túrát, azt mondják a zsidó bölcseknek, átvizsgáltuk az egész túrátokat, és minden szava igaz, egy dolgot leszámítva, ami úgy hangzik, hogyha a zsidó embernek a bikája felökleli a nem zsidóét, akkor nem kell kártérítést fizetnie, de ha a nem zsidónak a barma ökleri fel a zsidóét, akkor teljes kártérítést kell fizetnie. Azt mondják, hogy ez akárhogy is magyarázzátok, ez problémás. E, igen, és ez jogosnak is tűnik, de úgy fejezik be az elbeszélés szerint ezt a vizsgálatot a tisztviselők, hogy megnyugtatják a zsidó bölcseket, hogy ezt a dolgot ezt nem fogjuk tudatni az uralkodóval. E, vagyis bár van kivetni való a zsidó hagyományban, a zsidó hagyomány szerint is, de mégis ebből nem, nem lesz konfliktus. A Jeruzsálemi Talmud ezt a történetet úgy meséli, hogy a tisztviselők nem egy, hanem két kivetnivalót találtak hagyományainkban, viszont mindezt, ami számukra kivetnivalónak tűnt, ezt elfelejtették, mielőtt elhajóztak volna Rómába. Ez egy másik verziója ugyanannak az elbeszélésnek. Aztán olyan is van, amikor egy találkozás a zsidók és a rómaiak között nagyon rosszul kezdődik, de váratlan fordulattal szerencsés kimenetelű lesz. Azt tanuljuk a Talmudban, hogy egy alkalommal rendeletet hoztak a zsidók ellen, hogy ne foglalkozzanak túrával, ne végezzék el a körülmetélést fiaikon, és szentségtelenítsék meg a szombatokat. Volt a egy Jehuda ben Shamua nevű jelentős rabbia, aki a következőt tette. A társaival együtt tanácskoztak egy köztiszteletben álló római asszonyal, ahogy a Talmudi szöveg fogalmaz egy matrónával, és meghallgatták, hogy mit javasol, hogyan lehet ezt a rendeletet esetleg visszavonatni. Azt javasolta az asszony, hogy menjetek ki és protestáljatok éjjel. Menjetek és kiáltozzatok, kiáltsátok ki az igazatokat. És azt is megmondja az asszony, hogy mit kell kiáltani. Ó, egek, hát nem vagyunk testvérek, nem egy apa fiai vagyunk, nem egy anya fiai vagyunk. Miben különbözünk minden néptől és nyelvtől, hogy ilyen gonosz rendeletet hoztatok ellenünk? És a talmudi elbeszélés szerint ez a protestálás, ez céltér. A rómaiak a tiltakozás hatására megszüntették ezt a rendeletet, és a rabbik pedig ünnepnappá jelölték ki ezt a napot. De egy fontos dologról van szó ebben az ártatlannak látszó elbeszélésben, mert itt nem más fogalmazódik meg, mint az, hogy a zsidók és rómaiak de nyugodtan mondhatjuk azt, hogy zsidók és keresztények valójában testvérek. És ez a testvériségnek a gondolata, az itt, itt, ebben a talmudi történetben, ez hallható. Megint más kérdés, hogy a testvéri kapcsolatok úgy általában, és ebben az esetben sem mentesek a konfliktusoktól, és ezekről a konfliktusokról pedig azt is el kell mondjuk, hogy akkor, amikor valami rosszabb időszak volt ebben a testvéri viszonyban, arra a rabinikus irodalom is reflektált. Mondok erre egy példát. Rav a kijelentése úgy hangzik, hogy amikor a nagyobbik égitest fénye világít, akkor a kicsi fénye nem érvényesül. Ha lemegy a nagyobbiknak fénye, érvényesül a kicsié. Amikor Ézsau fénye világít a világban, akkor Jákob fénye nem érvényesül. Ha Ézsau fénye letűnik, akkor megfordul a kocka, és Jákob ideje jön. A későbbiekben azt láthatjuk, hogy szinte csak és kizárólag dehonestáló vélemények fogalmazódnak meg a rómaiak, tehát a keresztények őséről Ézsauról. Mi ennek az oka? Az oka az, nem valamiféle eredendő gyűlöletről van szó, hanem sokkal inkább arról, hogy voltak olyan zsidó bölcsek, akik a meggyőződésük miatt akár a mártíriumot is vállalták, azaz kiálltak a rómaiak ellen, kiálltak a keresztények ellen is vitatkozni, védeni a túrát, védeni a saját igazságukat, és ezek a bölcsek, ezek nagyjából egészéből valamennyien meg is haltak, kivégezték őket. És voltak olyan bölcsek, akik egy más utat választottak, azt mondták, hogy nagyon fontos, hogy ha minket bántanak, akkor meg tudjuk fogalmazni mi is a kritikáinkat azokkal szemben, akik minket bántanak, de ebbe ne kelljen feltétlenül belehalni. És olyan szövegeket fogalmaztak meg, és aztán rögzült ez a későbbiekben a Talmudban, illetve a rabinikus irodalom gyöngyszemeiben, a midrásokban, ahol nem nyíltan beszélnek a rómaiak ellen, vagy nem nyíltan beszélnek a kereszténység ellen, hanem beiktatnak olyan bibliai hősöket, akikre rázúdíthatták a haragjukat, a félelmeiket, a megbántottságukat. Ilyen hős volt például Ézsau, vagy ilyen hős volt, ezt most idézőjelben mondom, Mózes harmadik könyve 11. fejezetének egyik szereplője, Héberül a Hazir, magyarul a Disznó. Az, amit a Talmudban olvasunk e két szereplővel, akár a disznóval, akár az Ézseóval kapcsolatos negatív véleményeket, az nem a bibliai hősnek, illetve nem az állatnak szól, hanem annak, amit szimbolizálnak. Talán egyedül Rabban Gamliel az, aki megfogalmaz valami pozitív véleményt is, azt mondja, hogy én egész életemben szolgáltam az apámat, de század annyira sem szépen, ahogyan Ézsau szolgálta az ő édesapját. Én piszkos ruhában szolgáltam, de amikor kimentem a piacra tiszta ruhát öltöttem, viszont Ézsau királyi ruhában szolgálta az apját, mert azt vallotta, csak királyi viseletben tudom megadni az apámnak járó tiszteletet. Amikor Eben Gamliel ezt megfogalmazza, ezt a pozitív e, kritikát Ézsauval szemben, akkor valószínűleg nem Ézsau személye van a szem előtt, hanem lát egyfajta gyakorlatot, egy vallásgyakorlatot, ő két világnak a mesdjéjén mozgott, látta a zsidó és a nem zsidó e, e, vallásgyakorlatot is, és azt mondta, hogy igen, a nem zsidók vallásgyakorlata sokszor e, szebb, pompásabb, e, tisztább körülmények között zajlik minden értelemben, mint a zsidó vallás gyakorlat, és ő például ennek a véleményének adott hangot ezen a furcsa módon. És azt hiszem, hogy most érdemes egy kicsit visszatérnünk Rashihoz, a retekhez, Rabbi Yehudah Nassihoz, illetve Antoninus császárhoz. Rashi, ez a kiváló 11. században élt bölcsünk 12. elején, ő pontosan látta azt, hogy a keresztény világban a zsidó közösség milyen veszélyeknek van kitéve, hiszen ő már az első keresztes háborúnak is élő szemtanúja. Ott van mögötte akkor egy bő ezer éves hagyomány, amelyik Ézsauval szemben rengeteg kritikát fogalmazott meg, és amikor Rasi megírja a túrához a kommentárját, akkor ezeket a kritikákat, ezeket idézi is. Majd hogy nem, a Ézsau születésekor a odafűzött rasi kommentárok, majd hogy nem abszurd módon kritizálják Ézsaut. És amikor ennek a sok-sok kritikának hangot ad Rashi, akkor egyszer csak hozza ezt az általam említett példát a két előkelőről, a zsidó előkelőről és Antoninusról, a rómairól, és elmondja, hogy milyen gazdagok voltak, és a retek soha nem hiányzott az asztalukról, de a fontosabb dolog és az érdekesebb dolog, hogy Rási egy trükköt csinál. Mire alapozom ezt? Hogyha ő tovább akarta volna erősíteni azt a narratívát, hogy a Jákob és Ézsa utódjai, a zsidók és a keresztények között kibékíthetetlen ellentét van, ami nem fog megoldódni soha, akkor bőven tudott volna a múltból egy olyan zsidót és egy olyan rómait egymás mellé állítani, akik között óriási feszültség, konfliktus vagy gyűlölködés volt. Rási kiválasztotta az egyetlen olyan római zsidó párt, akik között nem hogy gyűlölködés volt, hanem testvéri szeretet, egészen pontosan tejtestvéri szeretet uralkodott. Mert hogy mi is történt? A, hogy a rómaiak éppen ugye megtiltották azt, hogy a zsidó gyermekeket körülmetéljék, és pont ennek a tilalomnak az idején két gyermek született meg, az egyiket úgy hívták, hogy Antoninos, ő egy római anyától született, a másikat úgy hívták, hogy Jehudá, az ő édesanyja zsidó volt. És a rómaiak őrjáratokat küldtek ki a tartományokba, hogy ellenőrizzék, hogy vajon a zsidók azok a körülmetélés tilalmát megtartják, vagy áthágják ezt az utasítást. És Jehudának az édesanyja és az édesapja úgy döntöttek, hogy körülmetélik a fiút nyolc viszont amikor jött az őrjárat, akkor a Jehuda édesanyja, tehát a zsidó anya átment a római anyához, és megkérte, hogy ameddig az őrjárat felkeresi a házaikat, addig cseréljenek gyereket. Vagyis a zsidó édesanyjánál a később császárrá vált Antoninus volt, aki értelemszerűen nem volt körülmetélve, míg a római édesanyját, ahol megbújt az ifjú Jehuda, őt meg nem ellenőrizte a római őrjárat, mert hát azt gondolták, hogy a rómaiak nem végeznek körülmetélést. És hát így a szoptatás idejénél a római édesanyja a zsidó gyermeket, a zsidó édesanyja pedig a rómaiit szoptatta, és tejtestvérek lettek, és tejtestvérek lettek, és ez a jó viszony ez megmaradt a későbbiekben is, és szoros, tényleg baráti viszony volt kettejük között. A kérdés az az, hogy Rashi, az vajon miért egy ilyen pozitív példát mond egyébként kommentár nélkül? Feltételezésem szerint azért, mert az előítéleteknek a falát, amit néha olyan áthatolhatatlannak érzünk, az nem lehet egyik pillanatról, és nem lehet túlzottan erőből lebontani. Resi nem mondhatta azt, hogy figyeljetek rám, drága zsidó testvéreim, az a fajta előítéletes gondolkodás, ami bennetek épp úgy ott van, mint a keresztényekben, meg mindenki másban, azt talán abba kellene hagyni. Próbáljátok meg a másik emberben a testvért látni. Ezt Resi nem mondhatta, mert túl nagy lett volna az ellenkezés ez a fajta buzdítás, ez kontraproduktív lett volna. És ehelyett mit választott Rási, mint lehetséges út? Becsempészett egy ártatlannak látszó túrakommentárt, ami aztán talán a tanházakban, a zsinagógákban elgondolkoztatta az embereket, hiszen ők is ismerték a Talmud irodalmat, vagy sokan közülük, hogy vajon Rási miért egymást szerető rómait és zsidót hoz példaként. És talán voltak olyanok, akik rájöttek arra, hogy a másiknak az ösztönös elutasítása, gyűlölete, bár ezt a kifejezést akkor még nem használták, az előítélet, az nem egyszerűen csak a zsidók és keresztények viszonyának árt, hanem a zsidó szíveket is mérgezi, illetve másik oldalról a keresztény szíveket legalább annyira. Hogyha van tanulság a dolognak, akkor talán az, hogyha egy retket eszünk, aki szeret, én nagyon szeretem, akkor emlékezzünk meg egy kicsit a császárnak és a rabbinak erről a barátságáról, akik nem akartak más hagyományt, mint az övékét. A császár nem akart zsidó lenni, és a zsidó nem akart sem császár lenni, sem római. Azok akartak maradni, mint akik, de ösztönösen tudták azt, hogy a másik ember is Isten képmására lett teremtve, és ez elegendő alapot szolgál közös evéshez, barátsághoz, eszmecseréhez. Párhuzamos utakon haladtak, és párhuzamos utakon haladunk mi is, és a hagyományrendszereink úgy csak ritkán keresztezik egymást, és ez a kereszteződés is csak azért történik, hogy aztán kellőképpen eltávolodhassanak. És nem is a két hagyományrendszer közti távolságot kell talán csökkentenünk, hanem azt a tudást kell mélyítenünk, mi szerint valamennyien úgy látjuk Istent, ahogy közös ősünk Ábrahám látta annak idején egyformán messziről. Köszönöm szépen a figyelmet.